Kalandos utat járt be Szinyei Merse Pál Fehér fa című festménye. Az 1909-ben készült alkotás ugyanis hosszú ideje egy külföldi magángyűjteményben lappangott. A Nemzeti Galéria szakemberei a közelmúltban akadtak a nyomára. A festmény több mint 100 év után szerepel először kiállításon. Ez a Magyar Nemzeti Galéria most megnyílt Kép és Kultusz című tárlatának egyik legkülönlegesebb darabja. A kiállítás Szinyei Merse Pál egész életművét bemutatja. Az utolsó hasonló 30 éve volt itt a falaink között. Évtizedek óta nem rendeztek hasonló léptékű kiállítást a magyar festészet egyik legnagyobb mesterének remekeiből. Erről beszélt a kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. Ez az életmű kiállítás annyiban is újszerű. Nyilván 30 év alatt nagyon sok mindent, még egy ilyen ismert életmű esetében is felmerülhetnek új részletek, olyan új megvilágítások, amelyek izgalmasá teszi azok számára is, akik 30 éve látták, bár egy generáció nőtt fel már ennélkül, aki egy ilyen színje életmű kiállítás nélkül, de vannak ugye olyan művek is, itt rögtön például olyan kép, ami 100 éve nem volt kiállításon, a Fehér fa, ami egy svájci magántulajdonból érkezett, és ami még talán fontos és izgalmas, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően külföldi kapcsolódási pontokat, párhuzamokat is hoztunk. A több mint 120 alkotást felvonultató kiállításon többek között Monet, Courbet, Sisley, Benczúr és Ferenczi, valamint Riprónai munkáival is találkozhat a közönség. Művészettörténész elődeink, akik Szinyeit feldolgozták igen alaposan, a század elejétől kezdve, Leazár Bélától kezdve, egészen Szinyei Merse Annáig, aki összeállította végül az övrkatalógust, mindent megtettek azért, hogy ez az életmű teljes legyen. Ebből indultunk ki ezúttal is természetesen, de olyan új hívószavaink vannak, amelyek azóta, hogy úgy mondjam, divatossá váltak a művészettörténetben, mint például a kontextus, vagy akár a kultusz. A léghajó és a majál is. Szinyei legemblematikusabb képein is jól érzékelhető az a fajta kivételes kolorit gazdagság, amely a festő munkásságát jellemzi. Ő a 19. századi magyar képzőművészet első modern festője, aki igazi újítónak számított. Olyannyira, hogy hát meg nem értés övezte kezdetben, tehát küzdenie kellett a kritikával, a közönség sem értette meg. Egyenesen delirium coloranszal, azaz színező őrjöngéssel vádolták a Pacsirta című képét például, amit itt mögöttünk láthatnak. Tehát ez a meg nem értés sajnos befolyásolta az ő életpályájának a kezdetét is. De szerencsére idővel, mondhatjuk, hogy 1896 környékén a millennium kiállítással kapott egy olyan lendületet és végre elismerést, amely aztán a későbbiekben a későbbi életpályáját, pályafutását megalapozta, illetve a Szinyei kultusz tulajdonképpen onnan kezdődik. A Kép és Kultusz című kiállítás február 13-áig látható.